Kedves hallgatók! Egyre nyilvánvalóbbá válik az számunkra, hogy rabok vagyunk. És hogy igazából nem is egy külső entitás ejtett rabul bennünket, hanem a saját kincseink rabságába estünk. És többen látják azt, hogy akkor lehetnének szabadok, hogyha el tudnának engedni bizonyos dolgokat. Ezért elmennek különböző tanfolyamokra, ezoterikus nyújtás tanfolyamokra, könyveket olvasnak, hogy megtanulják az elengedést, és mivel, hogy olvassák a könyveket, azt gondolják, hogy az már meg is történt náluk, hisz ők már olvastak az elengedésről. Én is olvastam Istenről annak idején, és azt hittem, hogy már találkoztam is vele, mert olvastam róla. De tévedtem. Becsaptam magamat, kedves hallgatók. Csak attól, hogy olvastam Istenről, vagy olvastam a Bibliát, én nem váltam Isten ismerővé. És nem mondhattam el azt, hogy találkoztam vele. Találkoztam az ő élő valóságával. Azt elmondhattam nyilván, hogy olvastam róla, van néhány információm róla, de az, hogy én ismerném őt, és hogy találkoztam vele, azt nem mondhattam el. Ugyanígy vannak különböző filmszínészek, akikről hallottam, akikről olvastam, és akikkel láttam filmeket, és akikkel nem találkoztam. Viszont egy filmszínész rajongója, egy celeb rajongója, hajlamos ejtetni magával, hogy ő jól ismeri azt a celebet. Közeli ismerőse neki. Találkoztak ők már. De ez hazugság, az elme játéka, kedves hallgatók. Szóval az ember nagy nehezen rájön, már aki rájön arra, hogy ő igazából a saját kincseinek, az ő felhalmozott kincseinek a rabja. Az embernek sok kincse lehet. Földi kincsek, tárgyi, testi kincsek, szellemi kincsek, intellektuális kincsek, amiket ő felhalmozott. És egy idő után azt írja az ember, hogy ezek a kincsek őt rabságba rabulejtik, rabságban tartják. És jó volna valamiképp megszabadulni ettől a rabságtól. És akkor hallja az ember valahol egy ilyen motivációs trénernek a műsorában, hogy el kell engedni, az elengedés a megoldás. És az embernek összeér a mosoly a hátul. Hú, tényleg az a megoldás, az elengedés. És mivel, hogy az ember hallott ezt a szót, hogy elengedés, vagy olvasott róla, ő azt gondolja, hogy már el is engedte. És jön a próba úrfi. A próba úrfi. És megmutatja az embernek, hogy nem. Nem történt semmilyenféle elengedés. Nem történt semmilyenféle elengedés. Sem a könyv által, amit olvastál, sem az előadás által, amit láttál a YouTube-on, vagy élőben, vagy amire befizettél. Egyszerűen nem tudsz elengedni semmit, vagy még ha el is engednél valamit, rögtön szert teszel valami másra, valami más függőségre, más rabságra. Majd dicsekszel, hogy elengedted a cigarettát, levontál róla, és nem vetted észre, hogy két károsabb szenvedélyre tettél szert a cigaretta helyett. És itt már nehéz szembesülni azzal, hogy nem tudtam elengedni sem a cigarettát, sem az alkoholt, semmit, semmilyen bűnömet nem tudtam elengedni. De mivel, hogy olvastam az elengedésről, el tudtam hitetni magammal, hogy én nagyon is elengedő vagyok. Ezért van szükség a fizikai valóságra, kedves hallgatók. A könyörtelen fizikai valóságra, az időre és a térre, amely szembesítheti az embert azzal, hogy mi a tulajdonképpeni igazság az ő életéről, hogy valóban történt-e elengedés, vagy nem. Ebben a felvételben nem úgy, mint egy
motivációs tréner, hanem sokkal inkább úgy, mint egy egyszerű ember, egy egyszerű gyarló ember, aki minden nap rászorul Isten irgalmára, mint egy gyermek. Bizonságot teszek arról, hogy az ember semmit sem tud elengedni. Viszont van módja az elengedésnek. Az elengedés kezdete. Az elengedés a következő kijelentéssel kezdődik. Uram, semmit sem tudok elengedni, amit eddig értékesnek hittem. Nélküled. Uram, nélküled, semmit sem tudok elengedni, amit eddig értékesnek hittem, még akkor sem, hogyha azt mantrázom magamnak, hogy elengedtem. Ezen a ponton kezdődik az elengedés, kedves hallgatók, amikor valakiben van annyi alázat az ő teremtőjével szemben, a mindenható Istennel szemben, hogy azt mondja, hogy becsaptam magam, szerettem volna szabadnak hinni magam, de nem vagyok az, nem tudtam elengedni. Sem a földi kincseimet, sem a fizikai kincseimet, sem az intellektuális kincseimet, semmit nem tudtam elengedni. Uram, semmit sem tudok elengedni, amit eddig értékesnek hittem, nélküled. Sokan nem tudják, hogy az embernek nem áll hatalmában elengedni bármit is, ami megkötözi őt. Az emberek szeretik azt gondolni magukról, hogy ők már elengedték. De jön a próba Úrfi, és megmutatja nekik, hogy csak hitték, hogy elengedték. Az ego ugyanis szeret ilyent és ehhez hasonló dolgokat hinni magáról. Valójában ő abból él, az ego abból él, hogy azt gondol magáról, amit akar, és nem azt, ami az igazság. Ekképp gondolhatja az ego magáról azt, hogy ő elengedte. Én elengedtem mindent. Én is mondtam ilyet. Bölcsen, nagyképűen, büszkén kijelentettem, hogy én már elengedtem. És jött a próba Úrfi, és azt mondta, hogy tényleg? És szembesülnöm kellett azzal, hogy nem. Nem tudtam elengedni. Átvertem magamat, az agyamban átvertem magamat. Ott maradt a szívemben, a lelkemben a függőség, a rabság. Semmit sem tudok elengedni. Az elengedés avval a mondattal, kimondattal kezdődik, hogy Uram, semmit sem tudok elengedni, amit eddig értékesnek hittem. Nélküled nem tudok semmit sem elengedni. Pál apostol, ő elmondta, hogy ő mindent elengedett, de ő az életével erről bizonságot tett, odaadta az életét, az igazságét a Krisztusért, az emberekért, akik hallották az ő bizonságát. És kimondta az ajkaival és az életével, hogy kárnak és szemétnek ítélek mindent, amit korábban kincsnek és értékesnek hittem. Az én Uram és az én megváltom a Jézus Krisztus ismeretéért. De ő meg is tette. Ő meg is tette. De hogy tette meg? Isten segítségével. Ő vágyott arra, hogy Isten az ő megváltója, az ő szabadítója, megszabadítsa őt a rabságától. Megkapta a feloldozást, a kötelékek feloldozását. Ajándékba kapta az elengedést az ő Istenétől, Pál apostol. Van egy szép példa Márk evangéliumának az első részében. Jézus meggyógyít egy leprás embert, egy bélpoklost. Ekképp fogalmaz Károly Gáspár. És jöve hozzá egy bélpaklos, kérvén őt,
és leborulván előtte, és mondván néki, jól figyelj, mert minden szó gyöngy, ékszer. Tűzben megpróbált arany, gyémánt, egyik szó sem fölösleges. És jöve hozzá egy bélpoklos, egy beteg ember, egy olyan beteg, mint te, egy olyan beteg, mint én, tele függőségekkel, rabságokkal, félelmekkel, Covid meg mi egymás. És leborult előtte, mert belátta, hogy ő rab, hogy ő meg van kötözve, hogy ő rabja az ő betegségének, az ő félelmeinek, az ő bélpaklosságának. Megalázta magát, leborulván előtte, kérte őt, mondván néki, ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ha akarod, megtisztíthatsz engem. Ha akarod, szabaddá tehetsz engem. Ha akarod, megadhatod nekem az elengedés ajándékát. Oda ment hozzá és kérte. Leborult előtte, megalázta magát. Látta az ő nagyságát, az ő dicsőségét, és az ő dicsőségének a fényében látta a saját nyomorúságát, a saját gonoszságát, hazugságait, hogy ő azt hitte, hogy szabad, miközben rab. Megalázván magát, azt mondja neki, mert látta az ő dicsőségét, mint a latóra kereszten. Ha akarod, megtisztíthatsz, megszabadíthatsz engem, meggyógyíthatsz engem, megadhatod nekem az elengedés ajándékát. Jézus pedig könyörületességre indulván kezét kinyújtja, megérinti őt, és mondta néki, akarom, tisztulj meg, légy szabad, engedj el mindent, itt van az ajándék, akarom, kérted, és én akarom, hogy szabad légy. Itt az ajándék, amit kértél tőlem. Az elengedés ajándéka. És amint ezt mondja vala, azonnal eltávozik tőle a poklosság, a megkötözöttség, a sok hazugság a fejében, a sok kötelék, az önhittség, a sok gondolat, amit ő gondolt, hitt magáról. Minden eltávozott tőle, és megtisztula. Tiszta lélekké vált. A legtöbben, kedves hallgatók, még azt az önhittséget és azt a vak magabiztosságot sem tudják elengedni, ami megakadályozza őket abban, hogy kimondják ezt. Hogy beszélhetsz te az elengedésről? Hogyan tudnál te bármit is elengedni, ha nem tudod elengedni azt a büszkeséget, azt a kevésséget, azt az önbizalmat, azt a hamis önbizalmat és magabiztosságot, azt az önhittséget, ami megakadályoz téged abban, hogy azt mondd a te teremtődnek, hogy Istenem, ha akarod, akkor megtisztíthatsz, ha akarod, szabaddá tehetsz, ha akarod, megadhatod nekem az elengedés ajándékát, hogy el tudjak engedni magamtól mindent, ami hazugság, ami gyarlóság, ami bűn, ami önámítás, és ami elválaszt engem tőled. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok. Isten áldjon, sziasztok!